Szent Márton püspök liturgikus emléknapja november 11-e, jeles nap a pélmonostoriak számára, ekkor ünneplik városuk napját immár negyed évszázada. A pélmonostori magyarok Szent Márton napi rendezvénye a város által szervezett ünnepi programsorozat fontos részét képezi. A pélmonostori magyar közösség, a HMDK pélmonostori alapszervezete és a Baranyai Magyar Katolikus Nőegylet a város védőszentjének napja alkalmából már 24 éve ezen a napon tartja legnagyobb szabású rendezvényét. A pélmonostori magyar otthonnál gyülekeznek az emberek november 11-én Márton napján. Itt került sor Szent Márton egyik legendájának felidézésére. Márton a római császár lovas katonája, akinek szerepét minden évben így ezúttal is a csúzai Fica János lóháton ülve játszotta el, a helyi anyanyelv ápoló kisdiákok és a HMDK alapszervezett gyerektagjai lampionos menetét vezette az iskolától a magyarok székháza előtti Szent Márton térig. Itt Márton leszállt a lováról és megosztotta köpenyét a fagyoskodó koldussal, akit ezúttal is, mint ahogy az elmúlt 24 évben Jankovics Sándor személyesített meg. A színjátékot a rossz, esős idő ellenére is sokan megnézték, az eseményre összegyűlt a baranyai és szlavóniai magyarság. 24. alkalommal volt a pélmonostori gyermekeknek alkalmuk meglátni újra és újra, miről szól a Szent Mártoni legenda, miről szól az a jóság, amelyről Szent Márton híressé vált, és amely tulajdonképpen most már 24 év után kismutatom, hogy talán a legfontosabb hozzájárulása a pélmonostori magyarságnak, pélmonostor kultúrájához. És talán ebben a 24 évben sikerült azt is elérnünk, hogy minden egyes generáció magyar gyermek, vagy magyar anyanyelvápolásra járó gyereknek alkalma volt meglátni, hogy ez az egész megemlékezés miről szól, és talán alkalma volt ezt a nemességet, amelyről Szent Márton híres, tovább vinni az életébe, és remélem, hogy ezáltal is eljárni. Minden, amit annak idején, amikor megálmodtuk a HMDK pélmonostori alapszervezetét, ennek most már több mint 25 esztendeje, úgy érzem, hogy teljesült, hiszen elsőben ilyen sok pélmonostori magyar, ami minden évben eljön a mi legenda felelevenítésünkre, de most már minél több gyerek is, aki itt van velünk. Ez egy nagyon fontos üzenet arra, hogy ez a közösség életképes, és hogy érdemes érte harcolni. A hagyomány felelevenítése után a szónokokra terelődött a figyelem. Tomislav Rob, a kisváros polgármestere gratulált a helyi magyar közösségnek és vezetőinek a rendezvény sikeréhez, amely fontos részét képezi a városi programoknak is. A polgármester példaértékűnek tartja a városvezetés és a helyi magyar kisebbség együttműködését is, ezért örömmel fogadta el a szervezők meghívását. Htio sam evo stvarno pozdraviti sve drage prijatelje koje večeras vidimo ovdje. Naravno, drago mi je što me evo i Robert Janković, naš saborski zastupnik, pozvao večeras i lijepo je što ovakav dugi niz godina, stvarno jedna legenda o Svetom Martinu, jedno oživljavanje, jedna tradicija kulture. Naravno, ovdje imamo zajedničku sponu i Mađara i Hrvata i grada Belog Manastira i lijepo je da ovakav broj ljudi dođe čak uz ovako loše vrijeme. Jedna poruka koja za dan grada Belog Manastira može biti je stvarno da budite prijatelji, budite dobri oni jedni prema drugima i mislim da nam malo u okviru Martinovske razmišljanja taj dio i suživota fali. Znači jedno prijateljstvo i ono susjedstvo koje malo već u ovim modernim vremenima se zaboravlja. Pa onda je dobro ovako se malo ponekad podsjetiti, a naravno svim dragim prijateljima, svim mojim sugrađanima želim čestitati njihov dan grada i naravno neka nas blagoslove evo. Naš nebeski zaštitnik, Sveti Martin Miskupić. A kisvárosiak számára fontos Szent Márton öröksége, a színjátéknak helyet adó 2020-ban átadott tér is egy püspöki süveget formáz, közepén pedig Szent Márton szobra áll. A tér annak a sok éves munkának a gyümölcse, amelyet a pélmonostori magyarok végeztek a közösségért. A helyi magyarok életében Szent Márton mindig is fontos helyet töltött be, hiszen ő a város védőszentje. Egy régi mondás szerint ludat ettek és bort ittak a Szent Püspök ünnepén, amely az új év utolsó nagy jeles napja volt. A pélmonostori Mártonnap is liba vacsorával zárult. Annak idején régen egy libával kezdtük,
a Mártonnap megünneplését és az elkészítését, most már annál sokkal több liba van. Nagyon sok emlékünk fűződik a Mártonnaphoz. Ebben megemlékeznék azokról a tagjainkról, akik már nincsenek itt velünk, de azt hiszem, hogy lelkünkben itt vannak. Összejövünk mindig, készülődünk, segítünk az előkészületekben, ugye mi is mindig úgy sürgünk, forgunk, ugye amikor a város napja van, előkészületek vannak, a libakészítés, a süteménykészítés, és természetesen magának a Mártonnak a jelentősége magába a városba és a mi életükbe is. Most nem sokára ugye kezdődik majd az advent, arra is készülődünk, mindig adventi áhítatosság van, és előkészítsük a szívünket ugye az elkövetkezendő karácsonyra. Örülünk neki mindig, hogyha összejövünk, mert a tagjainknak nagy szüksége van egy picit beszélgetésre, szórakozásra és együttlétre. A Pélmonostori HMDK alapszervezet keretében működő gyermek táncegyüttesek tagjai is lelkiismeretesen készültek a rendezvényre, egy új koreográfiát kellett volna bemutatniuk, de az esős időjárás sajnos meghiúsította a kultúrműsort. A Mártonnapi rendezvény a Zágrábi Kisebbségi Tanács, a Horvát Kormány Emberi Jogi és Kisebbségi Hivatala, valamint Pélmonostor város támogatásával valósult meg.